Kilián Máté, Szekszárd megyei jogú város polgármesteri hivatalának kommunikációs referense sajtótájékoztatót tartott a szálláshelyeket érintő jogszabályi változásokról, amikben elmondta, hogy minden tulajdonosnak egy központi adatbázisban is szerepelnie kell. A rendszerben eddig csak a szálloda és panzió tulajdonosoknak volt kötelező regisztrálni 2021. december 31-éig. Hát egy olyan változásra szeretnénk felhívni a szekszárdi szálláshely, vagy a Szekszárdon működő szálláshely szolgáltatóknak a figyelmét, ami a korábbiakban megszokottaktól egy kicsit némileg eltérő. Ez azt jelenti, hogy minden szálláshely szolgáltatónak a legkisebbtől a legnagyobbig a következő időszakban minősítetnie kell a szálláshelyét. Hozzátette, a már megszerzett védjegyek érvényessége nem változik. Az első minősítésnek nem lesz költsége, ennek tanúsítványa 3 évre fog szólni. Azoknak, akik 2022. január 1-e után kezdtek ebbe a tevékenységbe, őnekik különösebb dolguk nincsen, hiszen ők máshogy már nem is tudták elkezdeni a tevékenységüket. Azok viszont, akik 2022. január 1-e előtt is végeztek ilyen tevékenységet, őnekik különböző határidők vannak. Ugye a szállodáknak és a panzióknak, tehát a legnagyobbaknak már lejárt ez a határidő. A kemping, üdülőháztelep és közösségi szálláshely tulajdonosoknak 2022. június 30-áig, a magán és egyéb szálláshelyekkel rendelkezőknek pedig 2023. január 1-ig van határidejük regisztrálni magukat a rendszerbe.